Hogy áll a peres mérlege ebben a ciklusban? Én még pert nem beszéltettem. Mivel járul hozzá az együttműködéshez Jászberény város vezetésével? Már az is nagy mértékű hozzájárulás a jelenlegi folyamatban, ha nem hagyom szétverni azt, amit 3 évtized alatt Jászberény felépített. Részlet a júniusi képviselő info válasz rovatából, ahol ismét 10 élesen szegezett kérdés igazságtartalmát kerestük a honatja peres mérlegétől, Trianonon át az unokás cukiság kampányig. Az elmúlt hetek számadásán túl a kormányrovat egyik témája volt a lecsengőben lévő koronavírus járvány, mellyel kapcsolatban megtudtuk, hogy második hullámra biztosan, de akár harmadikra is készülhet az ország a hazai tudósok sejtései szerint. A téma másik apropója pedig a 2021-es költségvetés volt. A törvényjavaslat jövőre is számol a települési gépjárműadók 40%-ával, ezt nyílt levélben is megerősítette a képviselő dr. Gede József elutasító felhívására válaszul. A kormány a járványügyi védekezésre és a gazdaság újraindítására 2000 milliárd forintot fordított soron kívül. Ehhez kérünk az önkormányzatoktól Jászberény esetében arányosítva 4,8%-ot, és szumma-szummáról azt szeretném kérni az alpolgármester úrtól, hogy ne mindig a pénzt, ne mindig a számokat, hanem az embereket lássa. Pócs János elmondta, hogy a 2021-es költségvetést alapjaiban továbbra is a védekezésre szánt összegek és a gazdaságélénkítés határozza meg. Hogyha túl vagyunk azon, hogy úgy gondoljunk, mindent megtettünk a továbbiakban is az egészségügy érdekében, akkor a gazdaságvédelmi költségek lesznek a legerősebbek. A műsorban érintettük a járságba érkező munkahely megtartó támogatásokat, melyek a munkaügyi hivatalokban pályázható és kiemelt fejlesztési támogatások formájában is realizálódtak az elmúlt hónapban. Hány munkahelyet mentettek meg eddig a járságban, és kik kaptak mennyi támogatást? Eddig 75 vállalkozás, 1875 munkavállaló úgymond megmentése történt a járságban. A képviselő hozzátette, hogy a napokban egyeztetett egy 10 milliárdos befektetést 50%-os állami támogatás mellett, ami Jászberényt érintheti. Egy májusban megjelent táblázat alapján pedig a jövőben várható jársági útfejlesztések is szóba kerültek. A Szolnok 60-t összekötő útszakasz, Jászorsó-Szentgyörgy, Tisztasűj, az egy kiemelkedő projekt, Jászdósai bekötőút, Jász-Jákóhalma, Jásztelek közötti útszakasz, ez egy a két település összekötésében ez egy nagyon fontos útszakasz. Kerülhet-e a megyéhez Jászpénzáru és Jászárokszállás iparűzési adója a Gödi példa alapján? Mivel járul hozzá az együttműködéshez Jászberény város vezetésével? Milyennek ítéli a második Orbán kormány 10 évének eredményeit? Trianon gyásznaptak tartja-e, vagy ezen már túl kell lendülni? Mi ezekről és másról is kérdeztük a képviselőt a májust értékelő politikai műsorban. A teljes magazint keresse a Jászsági Térségi TV Facebook, YouTube csatornáján, illetve a jttv.hu oldalon.